Először rendezték meg a 44. Budafoktéténi Tavaszi Művészeti Fesztivál keretein belül a Karton Kreatív Arton elnevezésű rendezvényt. A Karton a kerület összes alkotó közösségének bemutatkozás, részvételt és kooperációt biztosított. Fontos eleme, hogy minden rendezvényre látogató szabadon alkothat a közreműködő művészekkel együtt. Saktábla lehengerlő színekereszt Pálai József vezette, aztán Tóth Avanti Péterék az izmusok nyomában Várhelyi Csillával előadást tartottak, majd utána impressionista festészetet lehetett gyakorolni, Csobán András és Bányai Gábor csendéletfestést, Radóczi Mária egy nagy mesefalat rajzolt a gyerekekkel, a Budafoki Fotóklub tagjai végigfotózták az eseményt, és akit érdekelt és elhozta a képét, azt kiértékelték, tanácsokat adtak. Botya Marian pedig egy gyönyörű virágcsendéletet festett, amit majd most fogunk kisorsolni tombolán. Egy 500 forintos tombola jegyet vásárolva egy 40 ezer forint értékű képhez lehet jutni itt ma este. A Klauzálház erre az alkalomra egy embléma pályázatot hirdetett a Karton Képzőművészeti Fesztivál logójának megtervezésére. Emblémának első ránézésre működni kell. Tehát az, hogy én ne úgy olvassam el az emblémát, hogy ez egy lap, az egy gomb, az egy, tehát hogy értelmezzem, az már egy nehézkes embléma, hanem ezt vizuálisan úgy megfogalmazni, hogy stílusában, formailag ez egy egységes képet adjon, ugyanakkor működjön kicsibe, nagyba, fekete-fehérbe, tehát igazából itt szembesültek a pályázók mindazokkal a nehézségekkel, ami az embléma tervezés során felmerül. A nyertes Marcell Liliana munkája lett, aki a Budai Nagyanta gimnázium tanulója. Azt oldotta meg nagyon jól, hogy ezt egy egységbe tudta foglalni ezt a dolgot, amit ő elképzelt. Tehát ezeket a másoknál is megjelent ez az on kapcsoló gomb, de ő azt úgy tudta megoldani, hogy ez ne egy különálló vizuális elem legyen, hanem része legyen az emblémának, és ne ugorjon ki, hanem vele együtt egy egységet alkosson. Egyik rajzórán mondta nekem a tanár úr, és igazából minél kreatívabb és színesebb logót szerettem volna tervezni. Számítottál egyébként arra, hogy te nyered meg? Nem, mert az osztályomból is nagyon sokan jelentkeztek, és nem gondoltam volna, hogy pont az enyémet választják, és nagyon boldog voltam, amikor megtudtam. Az eseményen megnyílt az Artér Művészeti Egyesület rajzász című kiállítása is. Kiállításra készültek a művészek, aki mindenki alkotó, tehát hivatásos képző, illetve iparművész, és tematikusan, nem a témába, hanem formailag találtuk ki a kiállításnak a látványát, hogy egy 20-20 cm-es képarányban próbál mindenki gondolkozni, és a saját területét ebben próbálja ki, vagy mutatja meg. Mekkora nehézséget okozott ez, ugye ez egy pici terület, ugye látható a háttérben is. Van, akinek ez könnyebbség, tehát mondjuk egy fotónál a méret aránynak a változása nem annyira nehéz, mint mondjuk egy szobornál, vagy egy festőnél, vagy egy kerámiánál, ugye az anyag is dolgozik. Az Egyesület művészeinek közös kiállítása megtekinthető a Kulturális Intézmény nyitvatartási idejében.